Viszont van valami, ami időskorban is ugyanolyan erőteljes és életteli, és ez a tekintet. Szoktam nézni bácsikat, mikor megfordulnak nők után az utcán. Zárójel, férfiak. A női fenekek megbámulása rendkívül otromba, barbár, paraszt, szexista férfi szokás. Ezért észrevétlenül kell csinálni. De olyan nincs, hogy nem csináljuk. Ez nálunk férfiaknál van. Tényleg Norbert itt, Andrea színe előtt, hogyha meg kellene vallania, hogy igen vagy nem. Ugye. De azért legyünk őszinték, Andrea is megnézi a férfiakét. Olyan nő? Persze, tudtam én. Olyan nőnek tűnik, látom a tekintet. Jó, tessék, legyünk túl rajta. Tessék. Jó, köszönöm szépen. Otthon már nincs ilyen sikere. De tudja Andrea, hogy kiét nézi meg Norbert a legtöbbet? Még ma is, az önét. És ezeket észre sem veszi, ezeket a pillanatokat. Csak áll a konyhában, pakol Norbert után. Norbert meg arra jár, és arra gondol, hogy... Hogy elrohantak az évek. Nem. De nálunk férfiaknál ez van. És egyébként ennek azért túl sok jelentőséget mi férfiak sem tulajdonítunk. És ezt nem is kell túldimenzionálni, hogy alantas, szexuális vágyainkat fálkorba acsoljuk, és a nőket letargiasítsuk. Ez nem olyan bonyolult, ez tényleg csak annyi, hogy kész, ennyi. Kijön a pincérnő, jó napot, ide mit hozhatok? Egy bécsi szeletet uborka salátával. Köszönöm. Kész, ennyi. Már fönn van felhőben. És nem is azzal van a baj, ha észrevétlenül oda sandítasz, és nem győzöm magyarázni még most az óvodás kisfiamnak, hogy a maga kis 115 centiével milyen szerencsés életszakaszban van. Nem tud máshova nézni. És ha így fejjel hátulról nekirohan egy anyukának, akkor is max az a reakció, hogy jaj, de édes vagy. Én ezt már hol engedhetem meg magamnak? Szóval nem is azzal van a baj, ha észrevételül oda sandítasz, hanem ha ennek hangot adsz, meg cicceksz, meg beszólogatsz, ami jellemzően melós szokás. És ugye a melósok is jellemzően akkor csinálják, ha többen vannak. Mert ez inkább egymásnak szól, mint a nőknek. Amiben az a durva, hogy faterom melós volt, sofőr volt, és ha már én ilyen 5-6 évesen vele voltam, ez már neki elég volt ahhoz, hogy úgy érezze, hogy többen vagyunk. És nekem az 5-6 évesnek mondta, oda néz, így robbantom, mi? Jön a pótmó szolgálat. Óriás van a parton. És úgy féltem, hogy egyszer odajön egy nő, és mindkettőnket tökörül. Apámmal kezdi, szégyellje magát. És te is. De nem így lett szerencsére, viszont azt el tudom képzelni, hogy nőként az milyen érzés lehet, hogy mész az utcán. Van egy tök sima útburkolatjavítás, és úgy kell mellettük elmenned, hogy meg ne szólaljanak, csak az ebráig jössek el, meg ne szólaljanak. Holott meg is állhatnál. Vissza is fordulhatnál, és tök simán mondhatnád azt, hogy hé, öcsi, tudod te mi az, ami olyan kemény, olyan hosszú, és olyan vastag, hogy két kéz kell hozzá? Neked a lapát. Szóval, mikor az idős bácsik megfordulnak a nők után, együtt él Kálmán és Erzsike már 60 éve, mikor a kis rádióban lemerül az elem, és Erzsike leküldi Kálmánt. Menjél le, vén ember, ma még úgyse voltál levegő. És lemegy Kálmán elemér. Ez furcsán hangzik. És ballag a napsütötte utcán, nadrág felhúzva szügyig, és minden illatával és ragyogásával elsuha mellette a fiatalság. Kálmán megáll, megfordul, majd megkeresi a te tekintetedet, hogy eldicsekedjen. Ha! Majd tovább megy, majd megint megáll. Hova indultam? Majd kisvártatva visszatér Erzsikéhez, mert mindig visszatér. Kezében a doboz tojás. Erzsike tajtékzik, hogy ne tajtékzana. Nem ezt beszéltük meg, hogy lesz ebből liszt nélkül piskóta? És ez az ő kis csendes öregkoruk. Egy hosszú-hosszú folyosónak, ami az életük már a végén pislákol a fényük, egyre halványabban. Időskorban elmúlik a szomjúság érzet, elfelejtesz inni. Egyre kevesebb étellel beéred. Alig alszol, lassan az álmaid is lemondanak rólad. És mögötted az a folyosó, az is egyre nagyobb sötétségbe burkolózik. Vannak hosszú távú emlékek, amik kiélesednek, de annyi finomság elveszik. Mi nevettünk annyit fiatalon a kanapén, vagy milyen dalra táncoltunk a lányunk esküvőjén, vagy milyen autóból dobta ki a kalaptartót.
Csak azt tudod, hogy te Kálmán vagy, ő Erzsike. Ezt a reszketek kezet fogod már 60 éve. Az ebédet délben hozzák, a lányotok Londonban él és csütörtökönként telefonál. Egyikőtök elfogja temetni a másikat, és mintha ma az utcán láttál volna valami szépet. Olyan furcsa ez az élet, ez a folyosó. Én a magam 41 évével, remélem valahol a közepénél járok. És hála a gyerekeimnek, bőven látok visszafelé, viszont hála az öreg barátaimnak, sejtem, mi vár rám ott elől. De vannak pillanatok az életben, mikor az az egész, mintha egyszerre lobbanna világosságba, és mintha egy pillanatba sűrítve látnám az egészet. Ez nagyon nagyképűen hangzik, de ezek mindig nagyon nehéz pillanatok. Érzelmileg mindig igénybe vesznek. Legutoljára a feleségem unokahúgának az esküvőjén éltem át egy ilyen pillanatot. Egy gyönyörű fiatal pár, egy filmbe illő esküvővel, egy vidéki kastély kertjében, virágszirmok a pázsiton, feldíszített székek. A fiaim rohangáltak, a kislányom a pörgős szoknyájában illegette magát 4 évesen. A vőlegény egy rögtönzött oltárnál áldogált egyik lábáról a másikra, amikor egy kis fahídon feltűnt a menyasszony, akit az örömapa vezetett. Nagyon csinos menyasszony volt, ami viszont még jobban megmaradt, azok a furcsa, mély, fájdalmas ráncok, amiket az örömapa homlokára rajzoltak, számomra akkor még ismeretlen gondok. És ebben a pillanatban volt egy ilyen villanásom. És egymás mellett láttam életem két leggyönyörűbb menyasszonyát. Az egyik a feleségem, akit ezelőtt 13 évvel ugyanígy kísért felém az édesapja. És én ugyanúgy álltam ott, lélegzett visszafojtva, készen a nagy életre szóló kalandra. A másik pedig a kislányom, aki ekkor még csak 4 évesen a pörgős szoknyájában illegette magát. De tudtam, hogy így elrepül az az idő. Kettőt pislantok, és nem sokára már én is ugyanígy fogom őt kísérni egy másik férfi felé, akinek a létezéséről most még nem is tudok. És valószínűleg engem is ugyanilyen gondok fognak majd emészteni. Vajon jó apja voltam-e? Vajon érezte-e, hogy szeretem? Vajon jó képet mutattam-e a férfiakról? Vajon a jó férfinak adom-e oda? És miután ezt helyre tettem magamban, néztem a Lagzin az örömapát. Mindenki táncol, csak ő ült magába roskadva az asztalfőn. Úgyhogy oda mentem hozzá, és azt mondtam neki, hogy figyelj, Gábor, az lehet, hogy én most tudom, hogy te mit érzel. Rám emelte a bánatos tekintetét, és azt mondta, hogy hát, nagyon meg lennék lepve. De mondom, mi van, ha mégis? Te ezt nem érezheted. De mondom, hát ha? Kizárt. Kikapott a Real Madrid.